úgy felvágva minden. Még a család, ha kiderül, akkor tessék jönni. Megint kábel. Köszönöm, hogy a
Igazad van. Leülsz reggel, és ez még kettő így folyamat. Igen. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Göncz Árpád szobrának avatásán. Külön köszöntöm Göncz Árpád családjának tagjait. Zsuzsa asszony nem lehet velünk legnagyobb sajnálatára, de sok szeretettel köszönti Önöket. Kérem, énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenség. Október 6-án az aradi 13-akra gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre már 1848 mártírhőseire emlékezünk. És ezen a napon két éve már hunyt el Göncz Árpád. Hiánya fájó, sokan és sokfelé gondolták úgy, hogy emlékét méltóképpen meg kell őriznünk. E téren egykori lakóhelyének közelében a Göncz Árpád baráti kör ültetett fát tiszteletére a Bécsi út 88-as házon Óbuda Békás megyer önkormányzata avatott emléktáblát a kerület díszpolgárának. Az Árpád híd túloldalán, a 13. kerületben a Göncz Árpád városközpont őrzi nevét. Budaörsön a Göncz Árpád utca a Bíbó István térre vezet. Szegeden, az egyetemen sétány viseli a bölcsészkar egykori műfordító tanárának emlékét, és ma felavatjuk itt Jovánovics György Kossuth díjas szobrászművész alkotását. Még nincs egy éve sem, hogy Göncz Árpád barátai és tisztelői, művészek, tudós akadémikus, 56-os harcostárs, önkormányzati vezető, egyházi méltóság, sportoló, újságíró, nemzetközi sikerű vállalkozó, civil szervezetek képviselői, a Magyar Köztársaság első elnökének egykori munkatársai kezdeményezték a szoborállítást. A közadakozási felhíváshoz magánszemélyek, vállalkozások és civil szervezetek mellett csatlakozott Óbuda Békás megyer önkormányzata is. Nevük megtalálható a Göncz Árpád Alapítvány honlapján. Megköszönve támogatóink segítségét, akik közül most sokan itt vannak, valamint az óbudai önkormányzatét, amely a szobor mellett hozzájárult ennek a parknak a rendbetételéhez és ünnepségünk megrendezéséhez, felkérem Göncöl Katalint, az ELTE állam és jogtudományi karának
professzor emeritusát 1995-2001 között az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosát, mondja el beszédét. Kedves Gönc család, kedves barátaim, tisztelt ünneplő közönség! Nemes és nagyvonalú adományokból alkotott szobort avatására vagyunk itt együtt, valamennyien olyanok, akik nagyon szerettük Gönc Árpádot. Örülünk annak, hogy egy köztéren álló, maradandó művészi alkotás mellett emlékezhetünk rá. A szobor embert ábrázoló művészi alkotás. Alkalom arra, hogy általa, vele megidézzünk egy általunk tisztelt, becsült, nagyon nagyra tartott személyiséget. Nagyon fontos, ha nem csak mi tehetjük ezt, akik jól ismertük és szerettük, hanem azok is, akik később is emlékezhetnek, és szeretnének rá emlékezni. Elzarándokolhatnak ide az új generációnak azok a nemesebb lelkű képviselői, akik hitet, erőt, bátorságot akarnak meríteni az általa következetesen képviselt értékekből. Mostantól várjuk ide az Árpádhoz hasonló, a nemzet szolgálatára kész, szelíd, szerény, de nagyon céltudatos új politikai nemzedéket. Nekem most egy 27 évvel ezelőtti ünnepi alkalom, augusztus 3-a elnöki beiktatásán elhangzott szavai jutnak az eszembe. Ezek a szavak fogadalmat tartalmaztak, amelyekhez Árpád a következő 10 esztendőben következetesen ő maradt. Ezt mondta. Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen. Ha a végteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlő közt egyenlőbbek világába nem jutott szó. Akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni önmagukat, és akik éppen ezért leginkább szorulnak védelemre. Személyes emlékeim között kutatva, jól emlékszem arra, hogy 1995-ben ombudsman keresve engem is magához hívott. Amikor először találkoztunk, kedvesen rám mosolygott, és azt mondta, most nem az alkotmány és a büntető tudományok szakértőjét, szakjogászát keresem benned, hanem a szövetségest, az emberi jogok védelmében, az elesettek, a rászorulók, a kirekesztettek, az annyiszor alattvalónak tekintett állampolgárok hiteles emberi jogi védelmezőjét. Máig büszke vagyok arra, hogy alkalmasnak találta arra, és hogy ő engem választott. Hivatali időm alatt gyakran felkerestem parlamenti irodájában. Döntéseimben soha nem befolyásolt. Tanácsokat adott, ha kértem, de mindig hozzátette vételkényszer nélkül. Beszélgetéseink inkább a kudarcok feldolgozásáról, a gondolkodás helyes és lehetséges irányairól szóltak, és minden találkozó után úgy éreztem, feltöltöttem. De lehet, hogy ezek a találkozók észrevétlenül még szorosabbak, majdhogy nem rokoni kapcsolatok teremtettek köztünk. Legalábbis nem tudom másnak tulajdoni,
hallani egy országgyűlési képviselő kijelentését, aki annak idején egy javaslatomat azért nem akarta megszavazni, mert azt mondta, hogy ez is egy göncivadéknak a előterjesztése. Árpád tisztelete a szakmai és emberi szuverenitás iránt töretlen volt. Komolyan vette a felelősségét és a felelősségvállalást. Pedig higgyék el, nem volt könnyű dolga. Tanúsíthatom, hogy voltak nagyon nehéz órái, hiszen még a közelebbi politikai környezetében is támadták, ritkábban nyilvánosan, igen gyakran alattomosan és intrikusan. Tették ezt mindazok, akik szerették volna túltenni magukat a demokrácia játékszabályain. Pedig, ami nagyon közeli barát Vásárhelyi Miklós írta Árpádnak, abban a közös kötetben, amit kiadtunk akkor, amikor Árpád leköszönt, a következő mondat hangzik. Az emberek szeretik azt, akikről megérzik, hogy értük él. Mára, 2000-ben a szolgálat szónak megkopott a varázsa. Oly világban, amikor azt súlykolják, hogy a morál és a politika antinómiák, amikor megmosolyogják azt, aki emberségről, szolidaritásról, erkölcsi kötelezettségről beszél, amikor módi a cinizmus, a kajánság, a közöny, amikor az egoizmust az emelkedés erőgépének dicsőítik, ebben az elvadult, bozontos környezetben a köz tisztes szolgálata, az ügy szeretete, szíveket melengető tulajdonság szerintem is a köztársaság legigazibb értéke. E szobor adjon nekünk hitet, hogy lesz még Magyarországon ilyen köztársaság. Köszönöm, hogy meghallgattak. Megköszönöm Göncöl Katalin beszédét, és most Jordán Tamás Kossuth Díjas színművész következik. József Attila, tanítások. Ti jók vagytok mindannyian. Miért csinálnátok hát rosszat? Néha úgy vagytok a rosszal, mint a gyermek a csavargással. Újjong, eltéved, sírdogál, s hazakívánkozik. Ti mindannyian örültök a jónak, s fontoljátok meg, mit mondok. Nem sánta az, aki együtt lelkendezik a csúszkálókkal. Lesznek, akik majd kinevetnek. Ti ne hallgassatok azokra. Olyanok ők, mint a cserepes urasági kastély gyermekei. Nevetik a durva orrú parasztot, mikor trágyás szekerén elindul, hogy kenyérré kovászolja a földet. És lesznek, akik elszörnyűködvén ilyesféléket mondanak egymásnak. Miket össze nem fecseg ez az ember, hisz ez bolond, zárjuk el hamar, lázas hitét lehűti majd a magányosság. Erre pedig csak azt mondhatom, az én akarásom az nem bolondság, hanem tövik kalászos táblája a ti bennetek még csak csírázó búzaszemeknek. Az én hitem a földnek melegsége. És miként a föld szétosztja melegét gyenge füveknek, rengeteg erdőknek egyaránt, az én hitemet úgy osztom szét közöttetek. Ti mégse hallgassatok a szörnyűködőkre, és megnevessétek őket.
mindannyian és egyformán testvéreim vagytok. Köszönjük József Attilának és Jordán Tamásnak, és felkérem Bojár Gábor, Széchenyi díjas üzletember, a Graphisoft és az Aquincumi Technológiai Intézet alapítóját beszéde elmondására. Köszönöm szépen, és szeretném megköszönni a szervezőknek először is, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ennek a szobornak a felavatása alkalmából egy néhány gondolatot megosszak önökkel, ami Göncz Árpád kapcsán egy közös emlékünkhöz fűződik. Sokszor nem volt alkalmam vele személyesen találkozni, de egyet most elmesélnék, ami üzenet lehet mai politikai vezetőinknek is, de üzenet lehet saját magunk felé is. Ez még 1992-ben történt, amikor cégem rövid ideig képviselte az Apple Computer című céget Magyarországon, és hát akkoriban itt a nagy világcégek vezetői járták a régiót, hogy hol milyen üzleti lehetőségek vannak, és az Apple Cupertinoi központjából is a legmagasabb vezetőség meglátogatta Magyarországot. Hát mi megpróbáltuk, volt egy olyan halvány reményünk, hogy esetleg meg tudjuk őket győzni arról, hogy Magyarországban ne csak egy új piacot lássanak, hanem netán kutatófejlesztő központ helyszínét, vagy netán gyártóközpontot. És hát erre hivatkozva megpróbáltuk elintézni, és sikerrel sikerült elintézni, hogy az elnök úr fogadja a delegációt a parlamentben. Fantasztikus volt, lenyűgöző volt, Tehát lenyűgözően ecsetelte, hogy Magyarország még ideális helyen van egy központ számára, beszélt matematikai hagyományainkról, beszélt arról, hogy a földrajzi helyzetünk miatt, hogy a négy nagy európai kultúrkör találkozópontján vagyunk, a latin, a germán, a bizánci és a szláv, és hát hogyha innen Európát akarják szolgálni, akkor ez a legjobb hely. Szóval tényleg lenyűgözően beszélt. És hát amikor távoztunk, akkor az amerikai vezető úgy csak annyit mondott, hogy szerencsés az az ország, amelynek ilyen vezetője van. Egyébként a látogatás végén az elnök úr átadta egy ajándékként, ő is kapott egy ajándékot az Apple-től, egy új kis számítógépet, hogy azon dolgozzon a irodalmi munkájához. Ő pedig átadta annak a plakátnak egy dedikált példányát, amit még 1986-ban Párizsban a magyar emigráció készített a forradalom 30 éves évfordulójára azzal, hogy ehhez a plakáthoz az Apple ingyen adott számítógépet, és hát az Apple ilyen régen támogatja a magyar demokráciát. Szóval erre mondta ezt az amerikai főnök, de nem ezért akartam ezt a történetet elmesélni, hanem azért, amit nekünk mondott. Ugyanis ketten kollégámmal, akik vendéglátók voltunk, amikor távoztunk tőle, akkor a végére maradtunk, és hát valamit még a fülünkbe súgott. De most mit mond ilyenkor, mit gondol az ember, hogy mit mondhat ilyenkor egy köztársasági elnök? Hát valami olyasmit, hogy gratulálok fiúk, csak így tovább, sok sikert, stb. Ő nem ezt mondta. Jó voltam fiúk, nem voltam nagyon rossz. Hát ez volt ő. Így értettem meg, hogy mit jelent az, amikor egy király szolgálja a népét. Azt hiszem egy héttel ezelőtt jelent meg a Mediánnak a közvélemény kutatása, ami hát azt mutatta, hogy a liberális nézetek azoknak a népszerűsége tovább csökken, és liberális barátaimmal együtt egy kicsit el voltunk keseredve, látva kormányzó pártunk további erősödését, és hát valami olyan véleményeket is hallottam barátaimtól, hogy hát nincs mit tenni, hogyha a magyarok ezt szeretik, hát ezt tudomásul kell demokrataként vennünk. Hát én úgy érzem, hogy ez nincs így, és ez Göncz Árpád emléke bizonyítja. Mert egyetlen mai politikus, se mai, se az elmúlt, szoktak mondani 8 évet, 20-at, most már lassan 30-ról beszélünk, egyetlen politikusa még nagyságrendben sem közelítette meg. Egyetlen politikusa még nagyságrendben sem közelítette meg azt a népszerűséget, amit Göncz Árpád magáinak mondhatott. És ez annak a bizonyítéka, hogy a magyarok azt szeretik, hogyha az emberi és politikusi nagysághoz szerénység párosul. És ezt nem csak a kormányzó pár politikusainak üzenem, hanem magunknak, liberálisoknak is magunkba kell néznünk, hogy miért nincs újabb Göncz Árpádunk. Köszönöm, hogy meghallgattam.
megköszönöm Bolyár Gábor szavait, és ismét Jordán Tamás következik. Ismét József Attila. A számok alól. Mielőtt elmondanám a verset, engedjék meg nekem, hogy néhány saját ügyetlen szóval bekonferáljam ezt a nagyon fontos verset. Meggyőződésem, hogy az egyetemes magyar költészetben ennél aktuálisabb vers nincsen, mintha egyenesen nekünk 2017-nek szólna. Tavaly 2016-ot mondtam, jövőre 2018-ot fogok mondani, aztán 2019-et. Remélem, hogy az egészségem megengedi, hogy még 2022-t is mondhassak, mert ennek a versnek az aktualitása, amíg magyarok vannak, nem fog megszűnni. Ezek után a vers. Tanultátok-e a számokat? Bizony számok az emberek is, mint a sok egyes sorakozna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak. És csodálkozik mód felett az irka, hogy mindegyik csak magára gondol, különb akar lenni a többinél, s oktalan külön hatványozódik. Pedig csinálhatja végtelenségig, az egy íjformán mindig csak egy marad, és nem szoroz az egy, és nem is oszt. Vegyetek erőt magatokon, és legelőször is a legegyszerűbb dologhoz lássatok. Adódjatok össze, hogy roppant módon felnövekedvén az Istent is, aki végtelenség, valahogyan megközelítsétek. Köszönjük az útravalót Jordán Tamásnak, és most felkérem Göncz Árpád gyermekeit, hogy leplezzék le a szobrot. Kérem, egy perc néma csenddel áldozunk Göncz Árpád emlékének. Köszönöm szépen! Befejezésül pedig Göncz Árpád kedves dala, a Ha én rózsa volnék következik, Koncz Zsuzsa és Bródy János kossuthdíjas művészek előadásában. A művészek kifejezett kérése, hogy ne csak hallgassák, énekeljék velük a dalt. Köszönöm!
Kapu volnék, mindig nyitva állnék. Akárhonnan jönnek, bárkit beengednék. Nem kérdeznék tőlem, hát téged kiküldött, akkor lennék boldog. Alattam a föld is, sírva beomolna. Ha én zászlógolnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek arabosa volnék. Akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle Most akkor mód lesz arra, hogy virágainkat elhelyezzük, és majd megkérjük, hogy Kingáék vigyék ki ezeket a virágokat Árpádnak a sírhoz. Köszönöm, hogy eljöttek.
Jó. Akkor tudod, hogy kóci lehet színe.
részlet. És következő osztásos elnök a mindenig. Hát ez a szó. Innen, oldalról? Innen. Szemből igen. Ádám, akkor inkább majd azt nézem, amit csináltam, mert csak... Igen, azt akkor itt. Szia! Meg vagy örökítve. Neked se írtak a Kendel meg a Judit szemét, vagy írtak valamit? Majd én válaszolok, jó? Majd írok. Oké. Okay. Igen, nagyon jó.
A však tu poprosíme nejakého mladého počka. A myslím, aby to bolo len, aby to... My ideme z druhej strany. Traje ideme strýtu a dáme to niekomu. Peter, zostan tu. Zostan tu. A dám to niekomu mladému. Krutom? Áno, aj tam. Ďalej, ah, közel idení. Chcem robiť, že sme vedľa mi one, to dobre. Nie, nie, nie. Asi, môže daj niekoho. Jo, tam. Gábor, pozor. Poď. Poď, poď. Vyhazujem, kedy čo. Čo? Jó, addig kicsit. Hol van a benne? Látom, hogy ez egy másik.
felvételt visszanézni, uram, akkor az a nyelvek nyújtó telefonos vagyok. Én jóval korábban láttam még a... Igen, pont ebben kezdtek. A momentumosok is köztük van a Gőzzel Pánulokára. Tessék! Gyere, Jákob! Sokan igazága hallottak az emberfolyaminát. Most váltok el egymást. Igen, de az a nagy kérdés, hogy hova szükségek a tenezet és milyen formában. Jákob, te látettél Andrissettél a virágot? Tettél rá virágot, Jákob? Akkor ez az. Igen! Most mind zárpát kaptam. Mind zárpát kaptam. Azért, mert az emberek szerették zárpát, és akkor azt kéne a gőzhátalat. Nem. Hát igen, de nem át a színjétok a fésőt. Jó, akkor én lehet. Köszönjük. Köszönjük. Nem vagyok meg vele. Imádtam, ez olyan szép lelkemben. Hol van máma ilyen szép lelkemben? Nincs a világon. Imádlak, gyönyörűségem, hogy itt vagy te is. Látod, imádtam. De tudod, hogy mi az előítélet? Látod, nála nem volt előítélet. Ha minden ember ilyen lenne, mint ő, akkor nem lenne baj a világon, nem gyilkolnák egymást, mint most is, hogy gyilkolják egymást, mondd meg! Spanyolországban mit csinálnak a rendőrök az emberekkel? Las Vegasban hányat legyilkoltak, kitalálta ki a fegyvert? Hogy dögött volna meg, aki kitalálta a fegyvert?
meg a gyilkos eszközöket gyémántom, azok dögöttek volna meg. Imádtam az értéket. Nem tudod, ki csinálta a szobrát? Jovanovics György. Igen. Majd a sugárdor megkérdezem. Sugárszer. Itt volt, ő is van. Itt volt a gyönyörű. Tegnap beszéltem vele. Hát tudod, hogy imádom, az is a tisztesség koronája, a gyémántos professzorom. Na, imádlak, hogy pont találkoztunk. Megyek valahova, leülök, sírok. Oké? Okay.